A térségünk földjein felgyorsult az aratás, ezért gyakrabban közlekednek a közutakon mezőgazdasági munkagépek és vontatók. Az idén csaknem 1,5 millió hektáron aratnak, ami az ország területének 16%-a. Az őszi árpa nagy részével már végeztek, az őszi káposztarepce, az őszi búza betakarítása nemrég kezdődött, a rozs, a tritikáli, a tavaszi árpa és a zab ezután következik. Az aratás még 3 hétig tarthat, ezért a térség gazdái türelmet és körültekintést kérnek azoktól, akik vezetés közben kombájnnal, traktorral, szállítójárművel találkoznak. A munkagépek, mint tapasztalhatják a közlekedők, lassan haladnak, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. Mezőgazdasági járművel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a kressz nem tiltja. A mezőgazdasági munkákra használt lassú járművek óránként maximum 25 kilométeres, mezőgazdasági vontatók legfeljebb 40 kilométeres sebességgel mehetnek. A jelzőfényeknek nem szabad takarásban lenniük, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt.